November 4-én a Nemzeti Gyásznapon az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek az Etele úton Nagy Imréné Égető Mária emléktáblájánál. A mártír miniszterelnök özvegyének korábbi háza előtt beszédet mondott László Imre polgármester, Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája, valamint a Nagy Imre Társaság elnöke és Tatabányai Szervezetének vezetője. Égető Mária életének utolsó évében 1967 és 1978 között élt az Etele úton. Balahó Zoltán, a Nagy Imre Társaság elnöke kiemelte, az itt élők akaratából jöhetett létre ez az emlékhely, ahol azóta már hagyománnyá vált a november 4 megemlékezés. László Imre polgármester felidézte, hogy Égető Mária lányát, Nagy Erzsébetet és unokáját, Jánosi Katalint már akkor jól ismerte, amikor még a Szent Imre kórház vezetője volt, így a család történetéről is sokat hallott. Tehát Égető Máriának, a feleségnek nagyon nem volt egyszerű helyzete. Ehhez a gyakran változó és megítélés szempontjából rendkívül sok negatív megítélést hordozó körülményeket is tolerálnia kellett. Tolerálnia kellett még 56 előtt is, de főleg az 56-os eseményeket követően. Tisztességben fölnevelte gyermekét, megőrizte Nagy Imrének az emlékét, és biztosította azt, hogy méltó keretek között valóban az információ teljes birtokába tudjunk emlékezni róla. Nem egyszerűen egy feleség volt, hanem egy olyan társ, akire nekünk közösen nem csak most, hanem az elkövetkezendő jövőbe is emlékeznünk kell. Fekete Miklós, a Nagy Imre Társaság Tatabányai Szervezetének elnöke ismertette Nagy Imre és felesége életútját, megismerkedésüktől kezdve a kivégzés utáni évekig. Égető Mária élete az elszenvedett megtorlás volt, emblematikus sors azok közül, akik tenni akartak Magyarországért, és bár munkájuk nem volt látványos, mégis hozzájárultak, hogy hazánk, és benne a mi sorsunk is jobbra fordulhatott, mondta beszédében Fekete Miklós. Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája, megköszönte a kezdeményezést, az emléktábla állítóinak és a megemlékezőknek, akik közül sokan személyesen ismerték Égető Máriát. Az itt élők közül a rendezvényen részt vett egy 102 éves úr is, akit külön szeretettel köszöntöttek a szónokok, köztük Újbuda polgármestere is. Az emléktáblát Újbuda önkormányzatának nevében László Imre polgármester és Budai Miklós önkormányzati képviselő koszorúzta meg.